Mindamellett, hogy ezen a festői helyszínen értékeket őrzünk és mutatunk be, a Sóstói Múzeumfalu mint rendezvénytér is funkcionál. Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeumában számos látnivaló mellett lehetőséget biztosítunk helyszínek bérlésére családi és céges rendezvények számára is. Szem előtt tartjuk, hogy különleges alkalomra mindenki különleges helyszínt szeretne, és ennek fényében igyekszünk minden esemény számára a megfelelő helyszínt kiválasztani. A 80 fő befogadására alkalmas pálinkaház kiválóan alkalmas bármilyen céges rendezvény lebonyolítására, különösen szakmai egyeztetések, meetingek, céges összejövetelek, csapatépítő tréningek, termékbemutatók helyszíneként ajánljuk, valamint családi rendezvények lebonyolításakor is nagyon szokták kedvelni a vendégeink, lakodalmak, vagy kisebb családi események, keresztelők, ballagások, akár eljegyzésünneplés, eljegyzési vacsorák alkalmával is szoktuk ajánlani. Ennek a helyszínnek a különlegessége az, hogy téli időszakban is használható a fűthetőség miatt, ezért tulajdonképpen az év minden hónapjában rendelkezésünkre áll, és az év minden hónapjában lehetőség van a bérlésére. Az előző helyszínhez képest a nagyhalászi deszkamagtár megjelenésében már sokkal inkább a hagyomány dominál. Ugyanúgy előszeretettel veszik igénybe a látogatóink céges, illetve családi rendezvények szervezéséhez. Egy kiválóan hangulatos és jól díszíthető helyszín, különösen nyári programok esetében szokták szeretni. A magtár mellett lévő igényesen kialakított tűzrakóhelyeink pedig kisebb családi, illetve baráti összejövetelek számára biztosítanak megfelelő helyszínt a kikapcsolódáshoz, szalonnasütéshez, bográcsozáshoz, tehát ilyenre is van lehetőség a múzeumfalu kerítésein belül. A csarodai paplak cserépkályhás szobáját már szűkebb körű eseményekhez ajánljuk, azonban az impozánsan berendezett szoba kiváló helyszíne lehet szűkebb céges megbeszéléseknek, vagy szűkebb körű családi eseményeknek. Maximum 20 fő a terembe fogadó képessége, azonban a helyszín különlegességéből adódóan garantáltan maradandó élmény marad minden ki számára. A faluközponttól nem messze található nyitott szín számtalan eseménynek biztosít helyszínt, különlegessége, hogy akár 200 fő befogadására is alkalmas. Osztálytalálkozók, csapatépítő tréningek és esküvők számára szoktuk előszeretettel ajánlani. Most, hogy a jó idő megérkezett, és a nyár közelettével nagyon sok megkeresést kapunk az életüket összekötni vágyóktól, mert nagyon szokták szeretni a múzeumfalut esküvői helyszínként, nem csak azért, mert a lakodalom számára minden feltétel adott, hanem azért is, mert a múzeumfalu kerítéseim belül nem csak a polgári, hanem az egyházi szertartás is lebonyolítható. Mindemellett pedig hát az esküvői fotózáshoz is kiváló helyszín. Az imént felsorolt helyszíneken kívül a múzeumfalu teljes területét is bérbeadjuk nagyobb céges rendezvények számára. Nagyjából 4,5-5 ezer fő befogadására alkalmas a teljes terület. Ehhez tudunk biztosítani egy 80 négyzetméteres mobil színpadot fény- és hangtechnikával, mely a terület ugyanúgy bérbe vehető.
A Sóstói Múzeum falu mottója, ahol élmény a hagyomány, és valóban ez így is van, hiszen a múzeum nem csak hagyományápolással, nem csak hagyományőrzéssel és hagyomány átörökítéssel foglalkozik, hanem elsődleges célként tűzte ki maga elé, hogy minden látogató számára biztosítsa az élményt, egy életre szóló élményt. Elsőként ajánlanám ugye a múzeumi órákat az általános iskolás diákok számára és a középiskolás tanulók számára, melyek a iskolai tanórákhoz is szervesen kapcsolódnak, de nem csak ők vehetnek részt ezeken a múzeumi órákon, hanem az óvodáskorú 5-6 éves gyerekek is. Persze korosztályonként megfelelő tartalommal töltöttük fel ezeket a múzeumi órákat. Hogy milyen, például milyen múzeumi órát tudunk tartani, ez az általános iskolásoknak matematika órát, etnomatematikát. A matematika órához tudunk kapcsolódni. Segíteni tudjuk a tanárokat, a tanítókat, és segíteni tudjuk a diákokat a tananyag elsajátításában. Élményszerűvé tesszük a szöveges feladatok megértését, és a mértékegységek és a mérték átváltások nehézségein is tudunk könnyíteni. Az óvodásoknak értelemszerűen könnyedebb feladatokat tudunk biztosítani, mint például a mézeskalácsos műhelyünkben mézeskalács sütéssel ismertetjük meg őket. Egészen a tészta összeállításától a kemencében sütésen át a kóstolásig jutunk el. A helyszínek adottak. A Sóstói Múzeum falu több helyszínt tud biztosítani a múzeumi órák lebonyolításához. Vannak az úgynevezett múzeumi gyermekfoglalkoztató termeink, vannak a műhelyeink, mint például a mézeskalácsos mesterműhelye, vagy a gyertyamártó mesterműhelye, és adott a lehetőség, hogy a múzeum 7,5 hektárnyi területén bárhol lebonyolítsuk a múzeumi órákat, így a házaink udvarán tudunk együtt dolgozni, együtt tanulni, együtt játszani. Most itt vagyunk az Újlétai Magtárban. Ez egy foglalkoztató termünk, ahol a téma napjainkat szoktuk tartani középiskolás diákok számára, illetve a felsőtagozatos általános iskolások számára. Ezek a témanapok már hosszabb lélegzetvételűek, nem 45 percesek, hanem kétszer 45 percesek, tehát 90 percet tesznek ki. Ezt a 90 percet három nagy egységre osztjuk fel, közte egy-egy szünetet megtartva. 6 témakört dolgoztunk ki a tanulók számára, hogy élményszerűvé tegyük a foglalkozásokat. A témaköröink egészen a nyírségi népmeség feldolgozásától, a jelbeszéden át, a szavak nélküli világot megmutatva, a néprajzi tárgyakon hogyan jelennek meg a jelek, milyen jelentéstartalmat hordoznak. Ezen túl egészen a ajaki lányok viseleti darabjaikat is bemutatjuk, átbeszéljük. Továbbra is van lehetőségük a látogatóknak hagyományos, klasszikus tárlatvezetésen részt venni. Ezek a tárlatvezetések 1-1,5 óra időtartamúak, de ezen túl most már a pénztárunkban lehet bérelni audioguide-ot, nem csak magyar nyelven, hanem idegen nyelven is, angolul, németül, oroszul, szlovákul, és önállóan tudják a látogatók a múzeumot végigjárni. Ezen túl lehetőséget nyújtunk további
tárlatvezetésekre, amelyet önállóan vehetnek igénybe a látogatóink. Ezek az úgynevezett tematikus tárlatvezetések, amikor is a pénztárunkban ötféle tematikus tárlatvezető Leporello lapból választhatnak, és az alapján sétálhatnak végig a múzeumunkban. Megemlíteném például az Állatlesen című tematikus tárlatvezető lapunkat. Itt a családok szeretik ezt leginkább igénybe venni, mert a gyerekek felfedezik a területünkön lévő állatmotívumokat, az állatjeleket néprajzi tárgyainkon, az épületeinken, a textíliákon. Ez egyfajta kutató munkát igényel a családoktól. De a szerelmesekre is gondoltunk, szerelmes párokra, akik az úgynevezett szerelmi útvonalon járhatnak végig, és élményekkel távozhatnak a múzeumunkból. És van egy nagyon izgalmas tematikus útvonalunk, amikor is a szagok, az aromák és az illatok vezetnek egyik helyszínről a másikra. Újdonságként számolhatunk be, hogy élménytarisznyákat tudnak vásárolni a pénztárosunktól, és ezek az élménytarisznyák minden nap más tartalmat rejtenek. Kettől vasárnapig lehet ezeket megvásárolni. Ahhoz, hogy ezen a vándorúton a családok kisgyermekei ne fáradjanak el, bérelhetnek a bejárati épületünk mellett kiskocsikat. A tarisznyában útravalóul hamuban sült pogácsát rejtünk, illetve bizonyos alkalmakkor mézes kalácsokat, hogy a vándorút során, ha megéheznek, akkor az éhségüket tudják csillapítani. Különböző skanzen kupónokat találhatnak a tarisznyában, amelyeket felhasználhatnak helyszíneinken, élménypontjainkon. Ilyen például a keddi napokon a bőrkarkötő és bőrcsuklópánt készítése a Pócspatri házunk udvarában, vagy a temetőcsőszház udvarán pedig gyógynövényekből készített gyógyteát kóstolhatnak. De kuriózum, hogy a Besztereci házunkat megnyitottuk a látogatók előtt, hogy bemehetnek, mindent kipróbálhatnak. Belefeküdhetnek a dunnával vetett ágyba, kinyithatják a két ajtós nagy ruhás szekrényt, esetleg még a komót fiókot is kihúzhatják, megnézhetik, hogy mit tartalmaz. De a Karosló utcán leülve egy-két fényképet is készíthetnek, szóval mondhatnám úgy is, hogy szabadon garázdálkodhatnak. A tarisznyánk a keddi napra még tartogat magában meglepetést a gyerekek számára, hiszen hogyha a Jágmajtisi udvarra betévednek, bemennek, akkor egy játszó udvarban találhatják magukat, ahol népi játékokat próbálhatnak ki, és a kis lurkók a fölös energiáikat levezíthetik.